Tóth Gabi miért állt beléd? Nem tudom. Szerintem nem kedvel. Már akkor nekem állt, mikor a képeim olcsók, meg én is ezáltal. És akkor mondtam neki, hogy rendben. Írtam, hogy köszönöm, megpróbálom ezt úgy tekinteni, hogy ezt jó szándékból írtad. De neked írt egyébként SMS privát, vagy mindig csak a... Facebookon írt. De nyilvános posztban, vagy csak nem, neked? Nem, privátban írt először ezeket. Csak írtam neki, hogy megpróbálom ezt úgy tekinteni, hogy ez egyébként jó indulatból írtad, de szerintem... De mit írt? Szia, Andi, olcsók a képeid? Ez csak ekkora izében. És hogy miért gondolja, hogy másképp kéne? Mit kéne másképp? Ő mennyi mindent elért, és hogy ezt kéne követnem. Inkább, és mondtam neki, hogy kicsit álszennek tartom pont az ő múltja miatt is, de egyébként köszönöm, jó egészséget, remélem boldogok, stb. De hallod, erre egy olyan üzenetet kaptam meg én, hogy mondom, amire már csak annyit írtam, hogy jó. De mit írt, mondd, mit írt? Sértésnek vette, hogy én ezt álszennek. Ő nyilvánítottam ezt az üzenetet. És akkor írtak, hogy de hát, hogy ő egy mentor, és hogy én nekem fel kéne néznem rá, hogy ő mentorszékben ült, nem mindegy, hogy a falunapon rakom ki, vagy a mentorszékben. De akkor ő mentor volt, amikor nyertél? Igen, meg nyilván elismerem, hogy ő több mindent elért. Pont ezért nem értem, hogy akkor miért velem foglalkozik. Meg akkor miért nem akkor, 15 évesen, mikor egyedül voltam, és mindenki bántott, és kihasznált, és csóró voltam, és miért nem akkor jött segíteni? De miért van így rád fókuszálva? Nem tudom. Tényleg nem. De telefonon nem is beszéltétek ezt meg soha? Nem. Nem is érdekel? Nekem nincs miért bocsánatot kérnem, mert soha egy rosszom nem volt felé. Ez képest ő meg folyton oltogat. De rosszul esett? Annyian nyomják ezt már nekem, hogy már nem esik. De még kiállt beléd a sztárvilágból? Ja, a sztárvilágból nem. Csak alapvetően az emberek. Ja, de hát az most nem mindegy, hogy vadidegen ismeretlen mit ír? Hát miért a Gabi véleménye miért fontosabb, mint egy vadidegené?